A Vivicita 1986 óta tavasz igazi ünnepe a sportot kedvelők számára. Ez az olasz szó annyit tesz, éljen a város. A Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági sportközössége 102 futója rajtol a táborban gyógyuló gyerekekért. Közülük 45-en félmaratont futnak, és a csapatok tagjaként 9-en 10 kilométert, 48-an 7 kilométert teljesítenek. A tábor Békés megyei indulói Boros Péter és Csík Andrea. A gyulai Boros Péter jótékony céllal áll rajthoz. Jelenleg napi rendszerességgel futok. Idén sikerült körülbelül 500 kilométert teljesíteni eddig, és jelenleg félmaratoni maratoni versenyekre készülök. Az élmény különítménnyel először 2012-ben találkoztam, amikor Szabó Csavi tagja lett az élmény különítmény csapatának, majd most március elején olvastam egy cikket az interneten. A cikk elolvasása után döntöttem el, hogy én is csatlakozni szeretnék az élmény különítményhez. Ez így utólag beigazolódott, hogy egy remek döntés volt, hiszen rengeteg élménnyel gazdagodtam már, és rengeteg új embert ismertem meg, és a élmény különítmény csapata is nagyszerű. A Vivicitás futók célja, hogy 6 millió forintot gyűjtsenek a Bátor tábornak. Április 3-ig 1.694.000 forintot gyűjtöttek össze. Aki csatlakozik az élmény különítményhez, mindenki vállalja, hogy adománygyűjtést fog folytatni. Ez az adomány attól függ, hogy egyénileg vagy váltócsapat tagjaként veszünk részt, én egyénileg, és vállaltam, hogy április 19-ig a Vivicita félmaratonig összegyűjtök 150.000 forintot a Bátor Tábor részére. Itt a Bátor Tábor Alapítvány nagyon sok mindenben segít nekünk, hogy gyűjtsünk adományokat, külön névre szóló oldalt készít, ahol mindenki felteheti a saját képét, bemutatkozását, milyen módon szeretne kampányolni, és ide lehet feltölteni az adományokat. 8 szervezet jótékony futói gyűjtenek támogatásokat felkészülésük során nemes célok megvalósulásáért. Szabó Csaba elmondta, ő 2011 tavasza óta fut. 2012-ben találkozott először a Bátor Tábor Alapítvánnyal. Idén a 7. Várfürdő Fuss a sérült gyermekekért jótékonysági futásra készül, amit május 2-án rendeznek meg. Az első félmaratonra készültem, és a versenyszervezőnek a honlapján találtam egy felhívást, hogy jótékony célral is lehet teljesíteni, csak ehhez egy adománygyűjtést kell vállalni. Előtte felkerestem a barátaimat, hogy mit szólnának hozzá, hogyha én egy ilyenbe belevágnék, és mindenki a támogatásáról biztosított. Ezért belevágtam, és akkor én 18 éves voltam, és ha minden igaz, azóta is én vagyok a legfiatalabb, aki a Bátor Táborért futott, de már csapatban volt egy 6 éves kisfiú, aki lefutott, de egyéni félmaraton is én voltam a legfiatalabb. Az április 18-19-ei Vivicita félmaraton futói várják azokat, akik csatlakozni szeretnének hozzájuk.